Most volt a lakadalom ott Magyikajéknál. Azt hittem, hogy kijöttek, hát mondom, jövök ki, megnézem őket. Azt sose tudták megtiltani, hogy ne beszélgettünk. Büntettek érte, az igaz. De megtiltani azt nem lehet, hogy az ember egy 10 métert ne kiabáljon át. Mi itt laktunk néha, itt a második házban. És nagyon szomorú volt mindig által nézni oda, hogy mi tovább nem mehetünk, csak eddig. Udvarul nem lehetett lemenni. Este megbesötíteni az ablakot, hogy egy csepp fény ne legyen. Olyan időszak volt. És aki ment mondjuk vizelni. Vécére. Vécére, vagy valami. Jött a katona, csak az udvara volt. És állít így. Olyasmit mondtak, hogy nem is szabad lesz ezen a részen a határ közelében építkezni, sőt, még fel is fogják számolni ezt a falut, majd minket beraknak itt valami obsezsitba, így mondják. A sztálini vasfüggöny ma is létező maradványa zárja ketté az ukrán-szlovák határon lévő 600 éve összeforrott magyar lakta Ikerfalut. Nagy-Szelmenc a település Szlovákiában lévő része, Kis-Szelmenc pedig Ukrajnához tartozik. Az egyik lány ment férhez, a szülei laktak a másik oldalon, és a lányát mennyasszonyi ruhába csak a határon keresztül látta. Egy olyan 300 méter hosszan és egy olyan 2,5 méter magasan palánkerítés húzódott, hogy teljesen az itteniek és az ottani lakosok csak dalban tudtak egymással kommunikálni. A Kárpátalján fekvő magyar vármegyék 1919-ig Magyarországhoz tartoztak. Az első világháborút lezáró békeszerződéssel a népek önrendelkezési jogát megfogalmazó Wilsoni elveket figyelmen kívül hagyva ez a terület az azóta felbomlott Csehszlovákiához került. 1938 őszén az első bécsi döntéssel a térség nagy része visszakerült Magyarországhoz, így 1938 és 44 között Szelmenc újra Magyarország része lett. Az Ikerfalut a II. Világháború végén vágták ketté a szovjet-csehszlovák szögesdrót határral, amikor a Szovjetunió bekebelezte Kárpátalját. A Szovjetunió szétesését követően 1992-től a ketté zárt falut Szlovákia és Ukrajna határa vágja szét. Kecskeméten találkoztunk a nagyszelmenci emberekkel, gyerekekkel, habár csak pár kilométer választ el minket, de most láttuk őket először. Ez a találkozás jelképes volt, minthogyha leomlott volna az úgynevezett kis berlini fal, ami mai napig is elválasztja még a gyerekeket. Ukrajna és Szlovákia között jelenleg vízumkényszer van. Ha valaki a szlovákiai Nagy-Szelmencről át akar menni a tőle 50 méterre lévő ukrajnai Kis-Szelmencre a szomszéd házba, több hetes bürokratikus ügyintézéssel, 30 dollár vízumdíj megfizetésével, több órás határon töltött várakozással és 600 km utazás után megérkezhet végre az utca túloldalán élő testvéréhez, szüleihez, rokonaihoz. Ha az ukrán oldalról indul látogatóba valaki Nagy-Szelmencre Szlovákiába, akkor a bürokratikus, időigényes ügyintézés mellett kifizeti például a két alkalomra szóló vízum költségét, amely meghaladja a havi átlag nyugdíj összegét, és 240 kilométeres körutazással leküzdheti az 50 méternyi távolságot. Nagy-Szelmenc és Kis-Szelmenc lakóinak száma 1944-hez viszonyítva 60%-ra csökkent. Akad olyan szelmenci őslakos, aki kizárólag magyar nyelven beszél, élete során ki nem tette a lábát a szülőfalujából, mégis négy állampolgára volt. Magyar, ukrán, csehszlovák és szlovák. A mi falunk egy zsákutca, amely tovább nincs, ott mindenki megfordul, csak a madár nem, mert az átrepülhet a határon. Veres Péter, ugye? Igen. Hát jó, hát. Én Július Nénye vagyok. Zelei Miklós magyar író a Ketté zárt falu című könyvének, valamint a Magyar-Amerikai Kongresszusi Kapcsolatok Központjának és Nagy Sándor elnök úr szelmenci látogatásának, budapesti nemzetközi sajtótájékoztatójának köszönhetően irányult az amerikai kongresszus és a nemzetközi figyelem a Szovjetunió döntése alapján 60 éve szögesdrótokkal elvágott falu embertelen helyzetére. Az amerikai magyarság kérésére az Egyesült Államok kongresszusának képviselői felajánlották segítségüket egy Washingtontól több ezer kilométerre lévő kettészakított kis magyar lakta falu Szelmenc népének. Az amerikai magyarok szívükön viselik az önök sorsát, hiszen valahol 60 évvel ezelőtt az ő életükbe is egy hatalmas változást hozott a sztálini önkény,
60 évvel ezelőtt ők is elszakadtak szeretteiktől, és a távoli Amerikába kellett elmenni. A különbség az, hogy az a kerítés, az a láthatatlan drótakadály, ami elválasztotta őket az ő szeretteiktől, már nem létezik. De együtt éreznek önökkel, és mindent megtesznek azért, és mindent megteszünk azért, hogy ez a drótakadály ne legyen többé. 2004. május 1-től Szlovákia és Magyarország Európai Uniós csatlakozásától az Európai Unió és Ukrajna határa választja majd ketté a falut. A sztálini vasfüggöny öröksége átváltozhat a gazdag Európa átjárhatatlan aranyfüggönyévé. Reméljük azt, hogy a közeljövőben az Európai Unió segítségével és Washington segítségével határt tudunk nyitni, kaput tudunk nyitni. Azt beszélik, hogy francia meg spanyol katonák fognak jönni talán őrizni, mivel schengeni határ lesz. A közösség nehéz helyzetre élni akar, akkor reménykednie kell, nem csak reménykedni, hanem tenni is annak érdekében, hogy a sorsát jobbra fordítsa. Én az emberek józan eszében bízok, hogy nem lehet 60 évtől tovább ezt az állapotot tartani. Tehát értelmetlen, hogy itt emberek, rokonok egymást ne látogathassák.